Tehát már a rajongói mi is írták, hogy tettem fel ilyen verkfotókat, és írták, hogy jaj, de jó a színvilág, meg minden, én meg rögtem a markomban, mert tudtam, hogy fekete-fehér lesz, és annyira meglepődtek azon is, és szerintem az jó, mert az is fontos, hogy azért beavassuk az embereket, de valami kis rejtét szerintem mindig benne kell hagyni. De akkor ezek szerint megvan az a kör, akik tudják már, hogy mi készülődik. Már ezt csak azért kérdezem, mert ugye mondtad, hogy vannak bizonyos dolgok, amit teljesen magadban tartasz, akkor ez mégis azt jelenti, hogy vannak, akikkel megosztod. Hát egy idő után kénytelen vagyok, igen, de mondjuk ezt az ötletet is, hogy tehát ennek a klipnek az ötletét is legalább egy hónapig őrizgettem magamban. Csak aztán már ugye kezdett sürgetni az idő, mert nyáron szerettem volna ezt mindenképpen megvalósítani. Úgyhogy... Hát mondjuk a stábban nehéz úgy elmenni, hogy nem tudják, hogy mit forgatnak majd. Hát igen, az a helyzet, hogy nekem már a következő klipre is van egy ötletem, mivel tényleg én nagyon sokat gondolkodom, bármikor, tehát vezetés közben, elalvás előtt, zenehallgatás közben, tehát nekem mindig jár az agyam, hogy azok a dolgok, amikben én benne vagyok, azokat hogy lehetne még jobbá tenni, és igazából nem azért találom én ki az ötleteimet, mert másban nem bízom meg, hanem mert ha már úgy is gondolkodom rajta, és beugrik valami, akkor azt elmondom, de hát ez is úgy álltam, hogyha a stáb azt mondja, hogy ezt nem lehet megvalósítani, meg semmiképp nem tetszik az ötlet, akkor velem lehet tárgyalni, tehát nem mondom, hogy már pedig az lesz, amit én mondok, de hogyha meg mégiscsak sikerül felhasználni, amiket én mondok, annak megörülök. Tehát például a melletted ébredekben, amihez ragaszkodtam, az, hogy én szeretnék benne zongorázni, mert azt a dalt például zongorán írtam meg, és amúgy is imádom a gitárt, de azért én alapvetően nem vagyok egy gitáros lány, tehát én egy énekes lány vagyok, aki időnként gitáron, időnként pedig zongorán játszik, és igazából ott is mondták, hogy jó, persze, tök szép lesz a zongora, bele is passzol a koncepcióba, meg ott én választottam ki, hogy ki legyen a srác, mert azt mondom, hogy ott csak olyan lehet, akire én is rábulintok, tehát azért mindig részt szoktam rendesen menni, de ez most tényleg így az elejétől nekem ez a szeretlek klip egy ilyen gyermekem, aztán tényleg legyen olyan, amilyet megálmod. Jó, mindesetre kíváncsiak vagyunk, aztán megvan, akkor mindenképpen szól. Persze, mindenképp. Azt mondod, hogy tervezel még mindenképpen klipet az albumhoz, megvan már a következő, de hogy mi legyen? Mert az előbb nekem itt többet is felsorolta, hogy erre is szeretnél, arra is. Valójában mindegyikre szeretnél, de hogy van-e terv? Vannak dalok, amiket én nagyon-nagyon szeretek, és mégis úgy érzem, hogy nem biztos, hogy klippel megállnák a helyüket. A következő, amire gondolnék, az a Hiába várlak című dalom. Én eredetileg ezt túl szomorúnak találtam. Uh-huh. Tehát azt mondtam, hogy ezt azért így rádiókban nem, mert hogy azért mégis egy halálesetről van benne szó, és nem, tehát nem kell nagyon figyelni, hogy ez kiderüljön, tehát elég egyértelmű, de azért nem ilyen nagyon morbidan, hanem ilyen szépen van szerintem megfogalmazva, úgyhogy viszont azért már eltelt elég sok idő, és tényleg most fog kijönni a negyedik videóklippem, és tulajdonképpen én egy pozitív életérzést képviselek, és úgy érzem, hogy időnként belefér a szomorkodás is, és ötödiknek már el tudnám képzelni. De hát amikor ugye megjelent a lemezem, kiálmodozott arról, hogy itt ennyi kis lemez, meg ennyi videóklip fog készülni. De igazából az is az oka, hogy sajnos a jelenlegi zenei, tehát a lemezeladási helyzet az nem a legjobb itt Magyarországon. És ezért úgy érzem, hogy tényleg addig kell kihasználni még a Mindennapok című lemezemet, amíg még vannak olyan dalok, amiket szívesen útnak engedek. Mert aztán, ha ezek elfogynak, úgy is kell csinálni a következő anyagot, de nem az van, hogy nincs ötlet, vagy nem tudok új dalokat írni, csak egyszerűen úgy érzem, hogy most még erről van mit kihasználni. Na erre majd visszatérünk mindjárt, mármint hogy mennyi van még ebben a lemezben, mert ez nagyon szokatlan, hogy Magyarországon 4 vagy 5 klipet csinálják egy lemezet. Igen, fura. Erről majd mindjárt beszélgetünk még, de most akkor jöjjön a Hiába várlak, ha már ez szóba került, mert hogy ezt is megbeszéltük, hogy ezt a dalt meghallgatjuk most. Korábban keltem, és mégis siettem, 8-kor dolgom volt. Még ránéztem, te vagy az életem, boldog már a világom. Egész nap csak rád vágytam, délben még írtál. Este csörgött a telefon,
Elbuklott a hangom, éreztem, hogy nem vagy már. Érintésed, hiába várom, a könnyem csak ömlik, mert nem látlak. Éjszakánként nincsen álmom, a mennyben vagy, míg a földön vállak. Átnézték a tárcát, a képemet látták mellette. A számom volt, azonnal hittak, de egy darabig eltart, még újra levegőt kapok. Most senki se szól már, csak egy kis hírt szempár. Nézd le hát, de alig lát. Hiába várlak, ez volt a dal címe. Noémi Virággal beszélgetek a Magyar Hangok című műsorban, és ez itt a Neo FM, mert ezt mindig mondják nekem, hogy mondjam el. De most megtettem. És jó? Milyen jó a Neo FM. Igen, ezt meg neked kell mondani. Jó. A lényeg az, hogy amiről még mindenképpen beszélnünk kell, és aztán majd visszatérünk egy picit a lemezhez, meg a klippekhez, meg hogy mit hoz a jövő, az a Comet, ugye? Mert hogy téged jelöltek a Kometre, és igen. Nem is egy, hanem kettő kategóriában. Igen. És hát ennyit báruljunk el a hallgatóknak, hogy én akkor felhívtalak, gratuláltam, és te tényleg ilyen nagyon őszintén mondtad, hogy hát úristen, hogy ezt nem is gondoltad volna. És ami engem, hát nem azt mondom, hogy meglepett, de olyan nagyon érdekes volt, hogy ezt úgy tényleg, tehát hogy hallatszott a hangod, hogy ez valóban neked egy óriási meglepetés. Nekem nagyon-nagyon nagy meglepetés volt, és hatalmas dolog, szóval... Nem tudom, szerintem arra nem lehet felkészülni, hogy az embernek elismerjék a munkáját, tehát ezt nem tudhatod, tehát ülhetsz te otthon és gondolhatod, hogy baromi jó dalokat írsz, vagy jó a klip, de hogyha ugyanezt nem jelzik neked vissza, hogy ez valóban így van, akkor igazából egyedül maradsz ezzel, és nekem ez egy elismerés volt tényleg, hogy ugye Magyarország legnagyobb zenei csatornája azt gondolja, hogy amit csinálok, az jó.